Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. A fő téma már látható ennél a fánál, és ez azt jelenti, hogy most megkapod az elismerést, valaki feltekint rád. És mit mutatnak a kártyák? Itt a felhő azt jelenti, hogy egy bizonyos életterületen számodra valami még átláthatatlan. Ez a kártya utal az időre is, mégpedig fél évre. Gondolj vissza arra, mit hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert ez az esemény vagy egy bizonyos személy visszatér hozzád. Itt a hegy utal még problémákra, tehát még vannak küzdelmek, valami még átláthatatlan. A felhő fél évet jelent nem csak a múltat, hanem a jövőt is, és az arra utal, így fél éven belül megoldódnak a problémák, és a középen lévő kártya utal arra, hogy ez alatt az idő alatt megkapod az elismerést. A torony jelenti azt, hogy fogva érzed magadat, hiszen valami átláthatatlan, vannak még nehézségek. A torony jelenthet egy hivatalos dolgot is, és ott is átláthatatlan még valami, nem dolgoznak rajta, tehát kell a türelem, amíg ez megoldódik. A torony jelenthet bírósági ügyet is, és itt is vannak még nehézségek. Viták, veszekedések, tehát erre számíthatsz, és a torony jelenti ezeket a korlátozásokat, vagy ezt az igazságtalanságot, amennyiben valaki támad téged. Légy inkább olyan visszahúzódó. Itt megjelenik a kereszt, ami utal a hitedre. Tehát higgy abban, hogy megkapod az elismerést, ezek a témák lezárulnak. Ez a kereszt utalhat kármikus témákra is, amikor a sors utatok kereszteződik. Lehet, hogy itt ebben a helyzetben kell, hogy tanulj valamit, vagy azt, hogy védd magadat, vagy azt, hogy ne törődj ezzel, húzódj vissza. Itt a gólyák jelentik a változásokat, és ez a kereszt, ez is utalhat változásra, hiszen eléred az élet utadon ezt a kereszteződést, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. És a gólyák jelentik, itt lesznek változások. Itt megjelenik a lelki társad, amennyiben te egy hölgy vagy. És lehet, hogy ez az ő problémája. Ő van benne ebben a helyzetben. Ó, most te jelensz meg itt, mint egy hölgy, és ez arra utal, ti egy pár vagytok, összetartoztok. És ha vannak itt külső behatások, és valaki megpróbálja megakadályozni ezt a szerelmet, akkor vagy védjétek magatokat, várjátok el ezt az elismerést, vagy ne foglalkozzatok ezzel, változtassatok a helyzeten, ez lehet egy költözködés is, és itt van a kereszt, a sors utatok kereszteződött, tehát ez a találkozás nem véletlen,
és lesznek változások, lesz egy új irány. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.